A választási eredmény utáni legkeresettebb kifejezés. Egy budapesti adatelemző csoport tette közzé, hogy a kivándorlás szóra kerestek rá a legtöbben a választási eredmények közlése után. Van, aki már konkrét lépéseket is tesz. Egy európai országok állásközvetítő irodájába 2-3-szor annyian telefonáltak vasárnap óta, mint általában, és jóval többen is kerestek rájuk. 4-szer annyian látogatják az oldalunkat, mint egy átlagos nap. Általában 900-an nézik a weboldalunkat, és most 3600-an nézték tegnap, és ma is hasonló érdeklődés van. Egy Németországban élő tanárnő azt állítja, sorra keresik meg őt a Facebookon a választások óta. Azóta több mint 70-en írtak nekem, és közülük mindenki 100%-osan komolyan gondolja, hogy emigrál. Többnyire diplomás és többgyerekes családokról van szó. Ők még úgy is hajlandóak csomagolni, hogy pedagógusként, művelődés szervezőként vagy újságíróként a kezdetekkor lehet, hogy csak mosogatásra vagy takarításra lett lehetőségük. Volt, aki a Facebookon akadt ki. Egy 22 éves lány hétfő reggeli posztja, amit eddig csak nem 30 ezeren osztottak meg. Az óvónőnek készülő fiatal hosszan ír arról, miért nincs itthon jövőképe, és hogy a szíve szakad meg, hogy a testvére Skóciába megy. Azt is írja, a gyakornoki fizetéséből csak egy albérleti szobára futná, és egy kávéfőzőt sem tud megvenni. Rékasi Zsigmond aktivista a Hír TV Egyenes című műsorában szintén arról beszélt, a jelenlegi helyzet miatt nem biztos, hogy itthon marad. Lehet, hogy mi már nem fogunk Magyarországon gyereket nevelni, vagy itt leélni az életünket, pedig én nagyon szeretném, tényleg nagyon szeretném, és a barátaimmal és az ismerőseimmel is együtt mind. A Fidesz kétharmados választási győzelme után demonstrációt szerveznek a Facebookon többek között a diák tüntetés szervezői. Orbán Viktor miniszterelnök erre a választási csalással kapcsolatos kérdéssel együtt reagált. Az emberek döntöttek. És ennyi. A tüntetés szombat este 17:30 az Opera előtt kezdődik, már több mint 17 ezeren jelezték, hogy részt vesznek. A szervezők azt írják, a demokráciáért és a szabadságért vonulnak utcára.